sétálni a hóban, fagyban, az esőben. Ez a mi dolgunk. Áldott karácsonyt kívánunk a szűzanya és a megszülető kis Jézus oltalmával. Ezt írta nekünk egy hallgató, aki talán most is ott van már valamelyik piacon, és árulja a karácsonyfát. Köszönjük szépen, hogy megadta a kezdő hangot a következő beszélgetéshez. Ugye már nagyon sokan árulják a fenyőfákat a piacokon, utcai standokon, és kérdés, hogy a kereskedők által előrejelzett 10-20%-os áremelkedés változtat-e a vásárlási szokásainkon. Mindjárt ennek is utána járunk, illetve hogy hogyan érdemes választani fenyőfát. Írják meg nekünk önök is, hogy milyen fát vesznek az idén. Illetve, hogy műfenyőt vásárolnak-e, vagy inkább élő fenyőt, gyökeres fenyőt. Mindenek előtt azonban következzen most Varga Tünde és Balogh Tamás összeállítása. Elsőként Domján László őstermelőt halljuk. Sokkal profibb lett, sokkal szebbek a fák, a vásárlói igények is megnőttek, hogy már ne potyogjon, bár sokan elmondják, hogy illata sincs annyira a normand fenyőnek, de ugye nem potyog, ahogy a lutfenyő, adunk arra, hogy a fák sokkal szebbek legyenek és jobb minőségűek. Nagyon sokan abba hagyták, nyugdíjasok lettek, gyermekeik nem folytatták, viszont a másik oldal meg az, hogy nagyobb területen sokkal profibban lehet megoldani ezt. Évek óta azt mondják a termesztők, hogy egyrészt a kereskedők nem fizetnek érte eleget, aki pedig maga árulja, az pedig azt mondja, hogy a helypénz emelkedik. Azt feltételezem, hogy akkor többbe fog kerülni a fa is. Igen. Azt kell mondanom, hogy a 90-es évek végétől kezdve minimális emelkedés volt itt a faárakban, és ha megnézzük, hogy akkori viszonylatban mennyit ért az a pénz, mondjuk az a 10 000 forint, amire adta egy fát, és ma mennyit ér, sajnos muszáj. A hely emelkedett duplája, triplája, az, hogy felvigyék szintén duplája, triplája, illetve a kereskedők sajnos több hasznot tudnak begyűjteni, mint aki itthon rengeteget dolgozik vele, mert úgy gondolom, hogy itthon azért nem kérünk annyit érte, amennyit érne. Most is fog árat emelni? Egy minimálisra sajnos kénytelen vagyok. De hogy reagálnak az áremelkedésre? Tehát még az eddigi árakat is soknak tartottak, de mondjuk karácsonyra mindenki megveszi a fenyőfát. Azért a vevőink nagy része nyugod ahhoz, hogy legugró fát vegyen, a többiek pedig eldöntik, hogy a természetes fenyőt választják, vagy a másikat. Hasonló eredményről számol be az a felmérés is, melyet az agroinfo.hu készített. Hiszen a válaszadók többsége azt jelezte, hogy évente egyszeri kiadásról lévén szó, idén is a szokásos fajtájú és méretű fenyőt foglalik benne.